Sanctus Israel.
és drága barátját, aki ilmez, Isten adott Máriának, drága, kedves vendégi, kik eljöttetik a Pavlóskóti szűzanyát köszönteni. Ki van az ő kezet árva, eztet mondja Mézesajka, Isten hozott fiaim. Szűz Mária nem mostohánya, elfogad szegényt úgy, mint a gazdagokat, letörli az özvegyén sárvának könnyeit, megvigasztalja a hozzátérő gyermekét. Anyánk elni hagy, anyánk velünk maradj, anyánk imádkozz velünk, anyánk imádkozz érettünk ebbe a békétlen világba, és halálunk óráján is. Szeretettel köszöntöm a főtisztenendő plébános atyám, kedves barátjával, akik betértek ide a Pallóskóti kis templomba. Ez a mátra tetején van, itt épült, ez hazánknak a legfiatalabb szent helye, ahol egy egyszerű parasztasszonynak, aki akkor 34 éves volt, Sánta László néninek, született Csépek Lárának megjelent a szűzanya. És 1947. július 1-jét írták, kint voltak aratni, férjével mentek hazafelé, elvégeződtek, a gyerekeket megmosdatták, a gyors vacsorát megették, férje az istálóban elvégezett, ő a konyha körül elvégezett, gyerekeit lefektette, és férje is lemosakodott, megtisztálkodott és lefeküdt. Ő pedig nagyon szerette a szűzanyát, mivel ez másnap július 2-a volt, Erzsébetet látogatva ment Hebronba, a drága szűzanya Názáretből. És ő a három rózsafűzért, az örvendetes dicsőségeset, örvendetesset, fájdalmasat, dicsőségeset elvégezte, és már elütötte a fali óra, az épélt, és még háromszor elvégezte az úrangyalát. És mikor a harmadik úrangyalána odaért, és az ige testélőn, és mi köztünk lakozik, megjelent neki a boldogságos Szűz Mária, rózsaszín ruhába, kék palásban, feje fölött a 12 csillaggal, láb alatt a holddal, és azt mondotta, mutatott egy bokros talját, mert pront után itt az erdő ki volt írtva. És mutatott egy forrást, ezt neked nem szabad elhanyagolnod, neked eztet meg kell keresni, mert itt a betegét gyógyulást, a szomorúak vigasztalást, az elhagyottak menedéket nyernek. Férje igen nagyon kemény és indulatos ember volt, sokat szeretett a kocsmába menni, sokat megismerte a feleségét, Klára nénit, és azt mondta neki a jelenés után, jó van asszony, elvégezünk, de ne mondd senkinek, mert kikacagnak, szétkacagnak minket, hanem majd főkeressük a helyet, hozott magával egy kis baltát, avval a tudattal, noha neked megjelent a szűzanya, akkor majd megmutatja, ha meg nem, magába úgy gondolta, hogy agyon csapja. De a szűzanyához nagyon imádkozott Klára néni, azt mondta, még ha agyon csap, akkor is az övé lesz. Azt mikor ideértek, ahol mostan a rózsa misztikának a helye van, megjelent neki az Úr Jézus, Laci bácsinak, azt mondja, mély bántasz engem? Ő meg azt mondta, nem bántalak én Jézusom. Dehogy nem, mikor megvered a feleségedet, kidobod a kocsmából az embereket, engem sértesz és bántasz, mert ők is az én megváltott gyermekeim. Attól a naptól a bácsi meg visszaponta magát, nem járt a kocsmába, elmentek gyalog feleségével Szentkúthoz, meggyogontak, megáldozták, utána jóra tért. De mielőtt innen eltértek volna, férje találta meg a forrást, és erdei fából keresztet ácsolt össze, mert hozott magával szöget is, és a helyre beállította. Sok követ hordott melléje, és akkor egy kis alsót is hozott magával, hogy ugye az idő még addig, még ki nem gyűnnek, még jobban meg nem jelölhetik a helyet, legyen meg. És pont
az első kis kápolnánál, itt, ahol most a kedves videós barátunk van, odaállította a pakeresztét, és azon ma másnap, harmadnap özönlött a nép. És aztán Klára néninek nem hagytak nyugtát, ki kellett gyűnni, és ma, amikor Klára asszony kigyűjt, egy szép Mária képet tettek a kis pakeresztre, és akkor úgy köszöntötték a boldogsággal Szűzet, és az a kép, a csodás érmű Szűzanya képe volt, ami hasonlított az ő jelenéséhez. Teliragadtak az öregasszonyok és a fiatalok is rózsafűzérrel, megindult a szent áradat, pedig tudjátok akkor 47-ben a komon fölütte a fejét, 50-ben szétoszlatták a szerzetes rendeket, akkor az apácákat megkínozták, számtalan parasztot eltettek lábaló, és azt mondta Klára néni, hogy ő mindent elvisel, elszível, és 1948-ban az első kiskápolnál, onnan a toronytól a szentélyig és a két pad között állt. És december 8-án kihozták a rokonlátogató Szűzanyának, a Pallóskóti Madonnának a két szobrát, és ott is csura történt ma, amikor félkész volt, mindig szétdőlt a szobor. Azt a Klára asszony azt mondta a Pista bácsinak, hogy az öreg Szabó Pista bácsi, idős Szabó István csinálta, Kossuth díjas, menjen el a szemkút, hogy gyógyuljon meg, meg tudja csinálni. És már félkész volt a szobor, jöttek zarándokok, azt egy nagyon vérfolyásos asszonyt hozták, és mondta, hogy vezessék be a szobort megtekintésére, és megfogta a félkész szobrot, az asszonynak megszűnt a vérzése, az asszony gyalog gyűjt ki ide a szent helyre, mindenki sírva, zokogva áldotta az örök szent háromságot, és nagyon sokat imádkoztak, sírva gyűjtek ide, kanaljaikot, pedig akkor még nagyon kicsi volt a forrás, és hoztak alsót is magukkal, megbővítették, hogy több legyen a víz. Sáros volt még úgy, mint Lourdes-ben, mikor kis Bernadett megmosakodott benne, sáros lett még az arca is. És az a víz nagyon számtalan sok csodát tett, és azt mondotta Klára asszonynak, hogy őt az örök szent háromság küldte a földre, hogy az emberiséget az örök szent háromságnak visszatérje. Fölépült a kiskápolna, 40 évig gyűjt a nép, a sok hálatábla, a mankók, amit ódát majd megmutatok, ezek mind a gyógyulást, mind a hálát mutatták. És mikor meghalt Klára néni 1985-ben, 87-ben a Kovács Endre püspök úr engedélyezte itt a misét, és arra kérte a plébános urát, hogy bővülje meg annyira, hogy misézni lehessen benne, mert az első kicsi volt, és körbe volt szentekkel és szobrokkal, és a mai állapotában 1989-ben belekezdett Kacsi Kárpa, a Desperes úr, először a torony készült el, melyben a lőrinciek harangját, amit 49-ben hoztak ide, föltették a toronyban, megjavították, és azóta is szól szépen, és 90-ben szentölte föl dr. Seregi István egri érsek, a magyar hazánknak és az erdő királynéjának a tiszteletére. És Isten kegyelméből 1991. augusztus 1-től itt vagyok, mint a kápolna őre és remetéje, és nagy kegyelem nekem Istentől, hogy egypedélen lakok az Úr Jézussal. Sokat imádkozok a püspöki karért, az Úr Jézusnak szeretett papjaié, még azokért is, akik ki elhagyták az oltárt, hogy el ne vesszen a lelkük, s azért engesztelek és imádkozok, ha megözvegyűnek, akkor ugyan térjenek vissza az oltárhoz. És elveszett ima nincsen, és elveszett könyörgés nincsen, jobbat is mennyi megpróbáltatásra tette az Isten,
Engemet is gyalognak, mint szentasszonyok is, hogy minek gyűjt ide, főleg a hasznosiak. Én de nem törődök vele, Isten velem, ki ellenem. Majd én kis Bernadette, a kis Bernadette-nek azt mondta a szűzanya, nem a földön testlek boldoga. Én se innen várom a boldogságomot. Majd ha az örök élet kapuja tart, lépem, legyen velem az Isten végtelen irgalma. És most, ebben az évben, 2001. március 25-én a drága jó katona püspök úr Lengyelországból hozott irgalmas képét, hozatta ide, ajándékozta az Úr Jézusnak, és Esperes úr velem vitette a körmönetbe, és én ide a tabernákulum fölé tettem, és oda lett fölakasztva, és ez az irgalom oltára, melyik fönt a Mátra tetejéről az öreg remete kéri, magyar hazánkra és az egész világra Isten irgalma, Isten szeretetét, élőkre, holtakra, és imádkozik itt Isten irgalmassága, hogy legyen béke a világon. Békét adj szívünknek, békét családunknak, békét nemzetünknek, békét a világnak. Mikor az öregasszonyok bántják a papokat, mondom neki, öreganyám, a magának fia volna vagy unokája, mit szólna? Nem szégyeli maga? Pap nélkül nincs szentmise, pap nélkül nincs oltári szentségi imádás, pap nélkül nincs áldozat, pap nélkül nincsen bűnbocsánat. Szégyelje magát, mert zsidó nem bántja a rabiát, evangélikus a lelkészét, református a tiszteletessét, baptista, prédikátorát, csak ez a csúnya, katolikus, bántja, össze-vissza hordja a papját. Mondtam neki, tudja, öreganyám, mátúfokban maga is imádkozott, hogy a végső szentséget a pap majd elvigye magához. És mondom, meg ne halljam még egyszer, ha eljön ide, mert akkor ne is jönné hozzám áldozni, mert plébános úr megszokott kérni, hogy segíjek áldoztatni, mert egymaga nem bírná, és én buzgó szívvel engedelmeskedem, és sokat imádkozom, érettetek is, drága gyermekeim, otthon maradt szeretteitekért, akik rátok vannak bízva, és minden emberért, mert Szent János apostol, mikor öreg volt, elmentek hozzája, mondjon valamit, azt mondja, gyermekeim, nagyon szeressétek egymást. Ha nincs bennetek szeretet, nem üdvözültök. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindörökké, nagyon szépen köszönjük a tájékoztatót, és akkor együtt közösen imádkozzunk a szűzanyához, kérjük az ő segítségét és oltalmát legyen velünk az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Oltalmad alá futunk Istennek, Szent Anyja, könyörgésünket meg ne vesz szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket veszedelemtől, minden korom dicsőséges és áldott szűz, mi asszonyunk, miközben járunk, mi szószólunk, engesztel meg nekünk Szent Fiadat, ajánlj minket Szent Fiadnak, utasd be minket Szent Fiadnak, amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, amen. Üdvözl légy, Mária, örökvű papunk, édesanyja, marasztal teljes az Úr van te veled, áldva te az asszonyok között, és áldva te miénknek gyümölcse, Jézus. A szűzanya közben járására, Jézusom, add meg papjádot, aki itt imádkozik velem, add meg a püspöki kárt, az összes papokat, és védelmedbe vegye a kilépett papokat is. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Jézusom, irgalmazd nekünk, most és halálunk óráján, amen. A megholt papokért és szerzetesekért és vértanúinkért, mi Atyám, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved,
jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, amen. Üdvözlégy Mária, megholt hívek szabadítója, malasztal teljes az Úrban te veled, áldott az asszonyok között, és áldott a te minyernek gyümölcse Jézus, a szűzlenye közben járással rá, engedd örök nyugodalmat, elhunk papjainknak, szerzeteseinknek, szerzetesnőinknek, és plébános úr és mindnyájunknak, elhunk szeretteinek. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Adj a örök nyugodalmat neki, és az örök világosság fényeskedjék nekik. Nyugodjanak békességben Jézus Mária szent nevében, hogy a szentségi Jézust egy énekkel köszöntsük. Édes Jézus, neked élek, édes Jézus, neked halok, életemben, halálomban. Édes Jézus, tiéd vagyok, hogy a szűzanyát is köszöntsük. Rózsa, fűzér, királynéja, tiszta szűz, kérjed a te szent fiadat, érettünk. Ékes virágszám, hozzád özsneklünk. Szép Szűz Mária, könyörögjértünk. Magyarország nagyasszonya, tiszta szűz, kérjed a te szent fiadat, érettünk. Ékes virágszál, hozzád esdeglünk. Szép Szűz Mária, könyörögjértünk. És azt is szoktam mondani, hogy a Szent Család templomát. Mert Jézus Mária is Szent Jézusért. Ott meg az örök szent harmúság szobra van. Itt meg a magyarok nagyasszonya, akit én nagyon szeretek, és nézd meg főtisztelendő atya, ha erről nézed, arról nézed, mindig felé néz a kis Jézus. A Balaton melletti hévízről hozta. Igen. És a gyerek azt mondta, hogy ő belül a pap lesz. Igen, nagyon szép. Klára néni, mikor kihozta a szobrot. Igen, igen. Ez 48. december 8. És az is érdekes, hogy az ő édesanyja december 6-a Mikuláskor halt meg, és akkor 9-én temették, Klára asszon meg 9-én halt meg, és akkor 11-én temették. Igen. A doktor Verasztó József szentszéki bíró áldotta meg, a széna közé hozták el abban 49-ben. Hát ugye? A rákos időben, hogy... Igen. Ennyire mondtam már nagyon sok lengyelnek is, meg és zarándoknak is, hogy hozzonak ide egy szép csesztohovai szűzanya képet, mert ugye azt a magyar pálosok vitték, ugye csesztohova. Fogad ezt a könyvet szeretettel, amit kis Klárjodnak viszél. Szűzanya, segítsen is. 2001. október 9. És irányítsa. Életed és
mi a neve neki? Adél. Na, jó van? Igen, köszönöm szépen. Na, hum van lent itt az Alpöldön, na, Karmelita kegyhely. Kunszentmárton. Kunszentmártoni kegyképnek a másolata. Volt, akit zarándoklaton hozták. Ez még Mincenti apánk, itt meg a Fatimai szűzanya. Azt ezt a fajdalmas szűzanya képit hoztam Jeruzsálembű. Várjam, majd leveszem minden, hogy a levél ne izélye. Az nagyon szép. Két újjá. Itt van az egyik, a másik felimba, abban mentem Mankóba. Igen, ezt hát mind én szerveztem, hogy legyen. Hogy inkább nem azt teszem oda, aztán. Nagy cigarettás dobozba hozták a korpuszt. Úgyhogy a háborúban menj föl, nézd meg. Igen, látom, hogy az. Igen. Igen, gyönyörű. De szépen. Még az Úr Jézusnak a fogát is látod. Annyira szépen. Annyira élethű. Menj föl, na az a lépcsőn, látja. Egy perc. Védelmezője, segíts őriz oltalmaz, szűzkegyed bevégy. Jézus anyja Mária, százszor üdvözli. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindörökké, már nagyon szépen köszönjük. Hát neked meg, Atyám, kívánok a Jóistentől erőt, egészséget, meg sok kegyelmet, meg sok türelmet, a hittan órától mindenki. Igen, pontos, fontos, igen, igen. Igen, Jóisten, éltessen, köszöntsen. Igen. Köszönjük. Szeressen mindenki. Sok-sok kegyelmet, és sokáig szolgálj itt az Úrnak, úgy, mint a ferencesek, a hármas. Igen. Pax. Igen. Hát annak is három, ezért rendnek vagyok a harmad rendi tagja. A legutóbb itt volt. Hát ugye ma elmentünk Vásárolni, tegnap meg egy búcsúból. Na és ide lesznek nézd a rózsafűzér, ezek amik ott vannak a rendőben. Jaj, láttam még ide körbe. Akkor egy, kettő, ilyen, a három tudja végezni. Elelmékethet. Igen. Úgyhogy majd ezt szépen bevetjük fűmaggal, az fekete fődet hordunk rá, azt akkor szépen. Ezért erre a silanyamban, amok nem köl, azt akkor szépen ilyen zöld lesz, mint a nagy körmenet. Így van. Szépen, szépen veszem téged, hogy sokáig tudsz szolgálni a szűzanyának, és azoknak a sok-sok embereknek, akik itt a szűzanya kegyhelyén kérik az ő közbenjárását, oltalmát és segítségét. Áldjon meg és őrizzen meg tégre mindenható Isten, az Atya és a Fiú és a Szent Lélek. Amen. Amen. Most már 20 a fő, mert öreg vagyok. Így. Na, köszönöm. Jóisten áldja meg. Kalmán atya. Jóisten segít, és majd ide figyeljé, szeretettel. Segítünk, eljövünk még ide. Igen. Meddig lesztek itt? 10 napot, ma kezdtünk. Igen, akkor még 9-et még hallgatunk. Illetve tegnap este kezdtünk. Igen. Jövő szerdán megyünk, jövő éjszakán. Igen. Holnap hát akkor 12-én meg este virasztás van itten. Érted? Meg 12-én D-be gyűnnek a tévések.
Lesz délben is szent mise. Meg gyűnnek asszonyok, tudod? 12-e milyen nap? Péntek. Péntek. Igen, szombaton lesz 16.